Kárpátaljai orvosok arra figyelmeztettek, hogy a régióban az összeomlás szélén állnak a kórházi szolgáltatások a koronavírus fertőzés terjedése miatt. Szintén súlyos a helyzet a franciaországi intenzív osztályokon. Hollandiában pedig ismét meghosszabbították a korlátozó intézkedések hatáját. Majdnem teljesen megteltek a párizsi régió intenzív osztályai, miután november óta nem látott mértékben megnőtt a betegek száma. Jelentősen emelkedett a koronavírushoz köthető fertőzések és az elhalálozások száma Kárpátalján is. Az egyik ungvári kórház vezetője arra figyelmeztetett, hogy a hétvégéig összeomolhat az egészségügyi ellátás. Hollandiában meghosszabbították a szigorú járványügyi korlátozásokat, köztük az éjszakai kijárási tilalmat. Most közelítünk a fordulóponthoz, amikor az oltásokkal uralmat tudunk venni a vírus fölött. A következő napokban szintén felülvizsgáljuk a gazdasági segélycsomagokat, hogy hol tudunk többet és hosszabb ideig segítséget nyújtani, közölte a holland miniszterelnök. Újra fogadhatnak látogatókat az angliai nyugdíjas otthonok lakói. A látogatóknak gyors tesztet kell végezniük, és csak védőfelszerelésben mehetnek be. A miniszterelnök továbbra is óvatosságra intett. A fokozatos nyitás lényege, hogy óvatosan, de visszafordíthatatlanul nyissunk, amit az oltási program sikere miatt tudunk megtenni, jelentette ki Boris Johnson. A vezető brit egészségügyi szakértő pedig arra figyelmeztetett, hogy várhatóan az oltások mellett is nőni fog a fertőzések száma. Pozitív lett a koronavírus tesztje a szíriai elnöknek és feleségének. Szíriában a múlt héten kezdték meg az oltási kampányt. Eközben Izrael kiterjesztette az oltási programját azokra a palesztin hatóság területén élőkre is, akik Izraelben vagy a történelmi Júdea és Szamária térségében dolgoznak. A palesztin hatóság eddig nem vásárolt vakcinákat, hanem nemzetközi adományokra számít a lakossága beoltásához. Eddig Izraeltől, Oroszországtól és az Egyesült Arab Emírségektől kaptak oltásokat.